Kedves nézőink! A következő műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. A képkockákon megjelenő pink szín valamennyiüket érzékenyen érintheti. Hölgyeim és uraim! Műsorunk másodperceken belül kezdődik. Kérjük, foglalják el helyeiket és kapcsolják ki mobiltelefonjaikat. Ez a történet fiktív. Sokan az álomvilágra is azt hisszük valóság. De mikor felébredünk, minden szerte foszlik. Majd rájövünk, hogy az egyetlen megoldás az emberiség számára, ha mindenki a 11/2 osztály barbijaira szavaz. Szép napot mindenkinek! Jelentést kérek! Hol voltál, Idris? Mindig késve jössz órára. Tisztára elegem van belőled. Büfében voltam, most meghívtok egy ruhán óra. Nem érdeke, húszfekvő. Nem állom. Indulj a helyedre. Indulj, osztály leül. Na, tudjátok, drága 10/2, hogy ez az utolsó tanítási nap. És az lenne a kérdésem, hogy hogy állunk a kampánnyal? Hát az volt megbeszélve, hogy így lesz a téma, és hogy boxolunk az aulában. Au! Ez fájt! Ácsi, ácsi, mint tudjuk, két kampányjelöltünk van. A harmadik jelölt lehetne Idris. Csak nem, az a rossz csont, Idrisre, ezt nem gondoljátok komolyan. Igazatotok tanárnőnek, egyetlen egy esélyes jelölt van, az is én vagyok. Na, azt majd meglátjuk a kövjőre, úgyis tesi. Na, fiúk, nyugalom, majd lesz 3 hónap, majd valamit kitaláltok, aztán majd szeptemberben meglátjuk, hogy mi is lett belőle. Hallottad ezt? Hú, komolyan, nézzük meg, gyere, nézzük már meg, mi volt itt? Nézzük be. Ha nézd meg, Gabi, nézd! Hello, ti, ha ne büszkétek már, mit csinált? Ha mit csináltok? Lent a földön, mind a kette. Csapat megbeszélés. Persze, csapat megbeszélés. Jó, akkor ebben jó, nem mind a kettő jöjjön gyorsan. Gyerünk kifelé, gyerünk! Gyerünk csak kifelé, megyünk az igazgatóhoz. Gyerünk gyorsan. Na nézzük csak meg, mit fogtál. Ah, bonjour, fiúk! Holnap reggel szódogi emlékeztek, minden értékes perc számít. De... Hát ti itt? Képzeld, plasztikai sebészt játszottak ököllel az öltözőbe. El se tudod képzelni, mi minden történik testnevelés órán a fiú öltözőbe, és pont ők, Kata. Sok szerencsét, fiúk. Na szép. Egy kis nézeteltérés történt a férfi öltözőbe. Laci Pityő és Drasa küldte őket hozzád. Két jó barát. Összeverekszik a kampányfőnökségért. Na szép. Semmi érdekes nem történt, csak egy kis nézeteltérés két régi jó barát között. Hát, na szép. Egyikünk sem lesz kampányfőnök. Büntetést fogtok kapni. Szeptember 1-től várlak titeket, és ti fogjátok az alaksort lent takarítani. Rendben, igazgató úr. Látod, ha te nem kezded, akkor nincs ez az egész. Jó, Kristóf, nézd, amit találtam. Egy doboznyi barbit, és ez teljesen olyanok, mint az osztály. Szerintem vigyük fel őket neki. Vigyük, sírsünk. Nézzétek már, mit találtunk. Something
Szevasz, Idris. Szia, Ádám, mi a helyzet? Hát figyelj, látom, vásárolni akartam, előzőben bezár, de csokit vettem, azt lepasszolom. Köszi, te só, nagyon éhes voltam. Mert... Bármikor, én már megyek haza úgyis mindjárt. Ó, de jó neked. Kampánya, mi a helyzet? Hát volt kettő lehetséges jelöltünk, Kristóf meg Zalán. Ők meg szépen összeverekedtek azon, hogy ki legyen a jelölt, úgyhogy el vannak tiltva. Nincs jelöltünk se. Aha. Miért nem leszel te? Hát nem nekem való ez a feladat, és örülök, hogy ide járok. Én már az elején ezt javasoltam az osztályodnak, hogy te legyen. Hát nem hiszem, hogy nagyon díjaznák amúgy, nem is hiszem, hogy nekem való. De amúgy sietek, mert becsengettek. Jó, köszi szépen. Hát, gondoljátok el. Jó, cső. Olyan matton vagyok, a kanapén szétfolyok. Hol vagyok? Láttad, Barbie? Ott volt egy furcsán viselkedő Ken. Láttam. Hívom inkább az orvos Barbikat. Gyertek gyorsan! Egy furcsán viselkedő Ken mászkál az utcákon. Lili, Laila, Lilla, mi van veletek? Hogy vagytok felöltözve? Ki az a Laila? Hát te. Ken, minden rendben van? Úgy nézel ki, mintha kicsit émelyegnél. Ken, Idris vagyok. Szerintem valami agykárosodása lehet, hogy... Nem. Veletek mi van? Barbilandben vagy. És az merre van? Hát, Barbilandben. Én tudom, hová vigyük. Én ismerek valakit. Akkor szerintem mai napra végeztünk. Szia! Szia, Barbie! Mi baj? Te meg ki vagy? Hát Bella, még te se ismersz fel, és nem mondod komolyan. Nem, hallottam, hogy fogsz jönni, de nem igazán ismerlek meg. Ülj le, mondjad, hogy mi újság. Hát figyelj, rajtad kívül még találkoztam a fél osztállyal, és mindenki ugyanolyan, mint te, nem ismer fel senki. Egyszer csak jött egy nagy fénysugár, ide kerültem, azt sem tudom, hogy hol vagyok, és nem ismer fel senki. Most mit csináljak? Hát ebben az a vicces, hogy az elmúlt egy hétben az osztály nagy része, akivel ugyanúgy találkoztál, ugyanerre panaszkodott, ugyanezek voltak a tünetek. Úgyhogy szerintem neked ugyanez a problémád, és majd, hát max annyit tudok erre mondani, hogy igyál sok vizet, pihenj, egyél. Hát én így nem tudok pihenni, tiszta éhes vagyok, nem ettem egész nap semmit. Hát akkor ez esetben telefonálok egyet. Szia, Ken! Indulhatunk? Indulhatunk. Nem sokára odaérünk, már ott is a cukrászda. Ó, látom. Nagyon szép. Ez Barbie Land legjobb cukrászdája. Elhiszem. Szia, Virág! Szia, Dominik! Sziasztok! Sziasztok! Ti is meg vagytok bolondulva? Meg! Hát ezt nem hiszem el! Gyereken, inkább választ egy süteményt! Melyikből adhatok neked? Azt a rózsaszint szeretném, az jól néz ki!
Tessék, jó étvágyat hozzá! Köszönöm, Dominik! Sziasztok! Sziasztok! Vagy olyan lány, aki könnyen meg lesz nekem. Hé, fiú! Ezek ennek mi fordít? Nem tudom. Úristen, úgy kell a látatáron? Nikó, Zolán, mi van veletek? Veled mi van, Ken? Hallod, teljesen össze vagy zavarodva. Buli lesz nálam Barbie Landben, mindenki ott lesz. Hát ezzel nem vagyok előrébb. Lotti, segíts már valamit, legalább te. Hát, ha így mondod. Mondjuk, van mit rajtad feldobni. A mai buliban nem jöhetsz ilyen szedben. Hát te is meg vagy bolondulva. Hú, sziasztok, képzeljétek, nagy gondom van. Eltűnt az osztályom, nincs meg a 11/2. Én meg ezt találtam a 204-esbe. Kerestelek téged is, de nem voltál sehol. Hát mi az? Úristen! Barbie babák, de rég láttam ilyet! Ken, oda néz, Ken! Jaj, de csíni! Hi Barbie! Hi Ken! Szia Lajos! Hát te mit keresel itt? Idris! A tanárok megtalálták a dobozt, éppen babáznak. Ne aggódj, én tettem oda, direkt tettem oda. Ezért küldtem le a két fiút letakarítani az alsó szintre. Hagyd találják meg, hagyd dolgozzanak együtt. Ne aggódj. De jó. De ez a doboz elnyerte az osztályt. Igen, ebben lehet valami. De hogy hozhatjuk vissza őket? Nem tudom, szerintem fogjunk össze. Úgy van, fogjunk össze. Az üvegeket nézik. Már Nikó! Nem azért hívtalak ki ide, mert én annyira meg akartalak verni. Én csak azt akarom, hogy ketten dolgozzunk össze, és hozzuk vissza a többieket. Egyet értesz? Igen, győzzük meg a többieket. Akkor gyere, győzzük meg őket most már. Mindenki, figyelem! Figyeljetek, Nikóval most beszéltünk össze, most már el kell magyarázzam nektek, hogy mi nem ide valósiak vagyunk, mi csak ide följárunk, vissza kell jutnunk az Avasi gimnáziumba. Egyet értetek? Mindenki? Jó, mindenki, fogjuk meg egymás kezét, álljunk be egy körbe. Megáll az idő, az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok, hallgatsz és hallgatok, szerelmes szó sem csendű. Szia! Sikerült! Visszajöttetek? Visszahoztam mindenkit, tanárnő, megcsináltam a csapatmunkának az eredménye. Te ügyesek vagytok, annyira büszke vagyok rá. Köszönöm szépen, tanárnő. És hát úgy gondoltam, hogy mi legyünk a Barbie-k. Köszönöm. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10 so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies. Ez a mi osztályunk, a legjobb osztály. Szavazzatok a 11/2-re.
red, but he spanked me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl, pink Barbie dream house. The way Ken be killing, got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling.